A menedék két nappal ezelőtt tüntettek Kelebiánál a lezárt magyar határ előtt. Egy békés tüntetés vagy figyelemfelhívó akció volt ott a déli határnál. A KDMP képviselője is békés tüntetésről beszélt. A Fideszes német szilárd Facebook posztjához mellékelt képeken mégsem ez látszik. A honvédelmi államtitkár kerítésen átmászó és a kamerába dühösen néző menekültekről tett fel képeket a bejegyzése mellé, amelyben a szerb védelmi miniszterre hivatkozva éppen arról írt, milyen veszélyes, hogy a menekülteket a magyar határ megnyitásáról szóló álhírekkel vezették félre. A 444.hu vette észre, hogy a posztot egy 2018-ban a Bosnyák-Horvát határon, illetve egy 2019-ben Görögországban készült felvétellel illusztrálta. Nacsa Lőrinc a híradó kérdésére azt mondta, Német Szilárd nem áll messze a valóságtól, mert ha nem is Kelebiánál és nem is két napja, de menekültek már másztak át a magyar határkerítésen. Egy héttel korábban a... történt ilyen, hogy átmásztak. Ezek a... évekkel ezelőtti fotók voltak, nem az egy héttel ezelőtti fotók, és nem érezte azt Német Szilárd, hogy ezek a fotók nem ott és nem uh -huh. akkor készültek. Egy héttel ezelőtt ugye egy héttel ezelőtt másztak kerítésen, onnan nem, nem olyan túl messze, ugyanebből a csoportból érkező fiatal emberek úgyhogy a, nem áll messze a valóságtól. A KDNP képviselője szerint német Szilárd az általa közzétett fotókkal nem terjesztett álhírt. A fake news fotó akkor lett volna igaz, hogyha ez a kép nem lett volna igaz, ez a kép ez egy valós kép, csak nem ott készült. És nem akkor. Nem akkor és nem ott készült, ezt lehet, hogy sokat kell tüntetni. Ugyanakkor nem fake news kép, mert a fake news kép azt jelenti, hogy ha hamisítanak egy képet, vagy hogyha egy kép nem, történt, nem történik meg, hanem photoshop raknak. Ez a kép valós kép, megtörtént onnan pár száz kilométerre. Pár ezer. A momentum szerint a Fidesz félelmet kelt. Az elhírek terjesztése az egy bevált módszer a populistáknál világszerte, ugyanúgy csinálja Német Szilárd, mint Donald Trump is. Ez csak arra jó, hogy hogy félelmet kertsen, felhergelje az embereket, és látszik, hogy a Fidesz eszköztárában már csak ez maradt. Ugye az egyetlen ellenszer az álhírek a fake news ellen az az objektív tájékozódás. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a tompán kialakult feszült helyzethez hozzájárulhatott az, hogy december óta szinte senkit sem engednek be a tranzitzónákba. Kerestük a kormány szerettük volna megtudni, hogy változtak-e a szabályok, és emiatt zárták le a tranzitzónákat, de kérdéseinkre két napja nem válaszolnak. Kéri Barnabás, Ertel Híradó, Budapest.